Gondtalanul fürdőzők a sóstói strandon, a leveleki tónál, vagy éppen a Tisza parton. A jókedven kívül egy nagyon fontos tényező közös bennük, mindenki ugyanúgy leéghet a napon, ha nem gondoskodik a megfelelő védelemről. A szakemberek minden évben felhívják a figyelmet arra, hogy óvakodjunk a tűző naptól, a nagy napégéseket kerüljük, mert ezzel jelentősen növeljük a bőrrák kialakulásának kockázatát, valamint az idősebb korban megjelenő ráncok hátterében is a napégések állnak. Nyilván azt szoktam minden páciensnek mondani, hogy élvezze a nyarat, élvezze az életet, de használjon fényvédőt, ruházkodással, kalappal, napszemüveggel is sokat lehet védekezni, és a bőrünket, mint legnagyobb szervünket érdemes védeni. Annyiféle fényvédő van ma már a gyógyszertárakban, ezek megbízhatóak, hogy minden típusú igénynek megfelelhetnek. A naptejek kiválasztásánál nagyon lényeges kérdés, milyen faktorszámú, azaz milyen erősségű védelmet használunk. A faktorszám megmutatja, hogy az adott termék hányszorosára növeli a bőr UVB sugárzás elleni természetes védekező képességét. Gyerekeknek mindenképpen nagyon piciknek fizikai fényvédőt érdemes választani, és 50 faktorosat, és még ilyen módon se legyen tűző napon egy pici baba. Kisgyermekeknek is vannak kifejlesztve vízálló, homokálló, játszadozáshoz könnyebben használható fényvédők. 50 faktoros érdemes egy gyereknek. Felnőtt ember is 30-ast, 50-est válaszol. Nincs túl nagy különbség, tehát nincs olyan arányú különbség a védelemben, mint a 30 és az 50 közötti szám, de minél nagyobb védelmet biztosítunk a bőrünknek, annál jobb, és amiről sokszor elfeledkezünk, nem elég egyszer bekenni magunkat. Körülbelül 2 óra alatt csökken a hatékonysága a fényvédőnek, tehát ha kint vagyunk huzamosabb ideig a napon, akkor 2 óránként kenjük újra. Vannak olyan fényvédők is, amelyekkel könnyen rápótolhatunk egy sminkelt arcra is fényvédőt, vagy egy testre is a gyerek után szaladva oda permetezhetünk egy kis biztonságos fényvédőt. Tehát mindenre van megoldás. De tényleg tekintsünk úgy bőrünkre, mint legértékesebb öltözékünkre, védjük, mert sose tudjuk kicserélni, és ez az egy van, és nagyon fontos. A szakember szerint mind a fizikai, mind a kémiai hatóanyagú fényvédő krémek alkalmasak a bőr védelmére. A fizikai hatóanyag azonnal működni kezd, viszont a kémiainak kell 1/2 óra, mire kialakul a hatása. Magyarul hiába adott az 50-es faktorszám, a napon biztonságosan eltölthető idő csak 30 perc után nő 50-szeresére, előtte gond nélkül leéghetünk. Emiatt nagy hiba, ha a felkenést követően azonnal napra megyünk. Minden fényvédő valamilyen krém formában vagy oldat formájában juttatható fel a bőre, hogy milyen anyag az, ami a védelmet biztosítja, az lehet vagy fizikai fényvédő, ami alapvetően visszaveri a sugarakat, vagy kémiai fényvédő, amely pedig olyan módon nyeli el a sugarakat, hogy a bőr számára már nem károsító. A kettő között az lehet a gyakorlati különbség, hogy picit jobban tolerálható érzékeny bőrre a fizikai fényvédő, tehát pólyás babának azért inkább azt válasszuk. Sajnos ennek az az ára, felnőtt női sminkelő arcon például, hogy jobban látszik, tehát fehéresebb az a krém. Ha valaki azt nem kedveli, nyugodtan válassza a kémiai fényvédőt, az kozmetikai szempontból kellemesebben használható, azonnal beszívódik, lehet matt hatású, smink alapnak is jól használható. Tehát egy felnőtt ember nyugodtan választhat kémiai fényvédőt, ezekből nagyobb is a választék, és kényelmesebb használni. A szakember szerint mindenki találhat magának megfelelő fényvédő krémet, minden bőrtípusra, arcra, testre, smink alá lehet már olyan szert kapni, amit jól tolerál a bőrünk, és megfelelő védelmet biztosít.